földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Seattle, a 19. században élt indián törzsfőnök mondása pontosan tükrözi, hogy milyen felelősséggel tartozunk az élhető föld fenntartásáért. Ehhez egyebek mellett arra is szükség van, hogy ne hagyjuk, hogy elborítson bennünket a szemét. A fogyasztói társadalom által megtermelt hulladékot szakszerűen kezelni kell, válogatni, ami felhasználható, újrahasznosítani. Veszélyes hulladék mindaz a termelés vagy más tevékenység során visszamaradt anyag, amely az emberi életre, egészségre, az élővilágra közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késleltetetten károsító hatást fejt ki. Az ilyen hulladékkal a termelő általában nem tud mit kezdeni, speciális felkészültségű szakember a veszélyes hulladékfeldolgozó szabadítja meg tőlük az élővilágot. Három technológiai sort üzemeltetünk, ezek közé tartozik első körben az elem hasznosítás, az olajszűrő hasznosítás és a műanyag cseber növényvédőszeres göngyölegeknek a hasznosítása és feldolgozása. 9 hónapja dolgozok ebben az iparágban. A betanulás az bő fél évig tartott, mindenhez érteni kell az olajszűrő bontóval kapcsolatban, a gépkezeléstől kezdve a targoncázásig, meg az árukezelésig. A veszélyes hulladék feldolgozó feladata, hogy a veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktól külön választva szakszerűen semlegesítse, feldolgozza, illetve biztonságosan tárolja. A veszélyes hulladék konkrét kezelése attól függ, hogy milyen hulladékfajtáról van szó. Például elektronikai hulladékról, mint egy kiszuperált számítógép, vagy folyékony hulladékról, mint a szennyvízi szap, vagy valamilyen élelmiszeripari hulladék. A veszélyes hulladék jelentős része elektronikai hulladék, amelyet először is szétválogat a hulladékkezelő. Mintavétel és laboratóriumi vizsgálat dönti el, hogy mi legyen a hulladék sorsa, majd gondoskodnak arról, hogy az újrahasznosítható anyagokat szakszerűen elkülönítsék és feldolgozzák. A veszélyes hulladékfeldolgozó gondoskodik az újrahasznosított hulladék értékesítéséről is. A hulladékkezelés minden lépését dokumentálja, napi jelentést ír a folyamatokról, és ugyancsak rögzíti a környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartását is. Először fölöntjük az elemeket, az átválogatott elemeket, ez először egy daráláson esik át, 16 mm-es rostával feldaráljuk, a szállítószalagok továbbítják a dobrostához, a dobrosta különféle frakciókhoz, mangánpor, grafitpor, ugye szétválasztja, és utána pedig a fémet, cinkpapír műanyagot fogjuk leválasztani. A veszélyes hulladékfeldolgozó sokféle gépet használ, kézi és gépi válogató berendezéseket, tároló és szállító eszközöket, tömörítő, aprító gépeket. Speciális gépek segítségével az elektronikus hulladékból kinyerik a fémet és újra felhasználják, a kénsav tartalmú hulladékból betömörítéssel műtrágya készül, a folyékony kőolaj tartalmú hulladékból leválasztással ismét energiahordozó lesz, az élelmiszeripar hulladékából pedig komposztálással takarmány vagy trágya lesz. Az olajszűrők ugye a műhelyekből, az autókból kerülnek ki. A gép első egysége az egy puffer tartály, oda a targoncával felöntése kerül az olajszűrő. Van egy kihordó szalag a pufferból, mindenféle szűrőt kihord. Van egy válogató szalag, egy válogató személyzettel. Ők a nem oda tartozó csavarokat, iszapot, esetleg olajiszap, ugye ez is bele tartozik, illetve szemét, azt kiválogatják. Előaprító, illetve egy utóaprító, ugyanúgy feldolgozza nagyobb darabokra, kisebb darabokra. Egy kihordó csiga, egy centrifuga kosárba helyezi a darálékot. Ezt a személyzet egy darúval a centrifugába behelyezi. Ezt továbbítjuk egy levegőszeparátorba, ahol papír, műanyag és fém alkotóira bontjuk szét. A veszélyes hulladékkal történő munkavégzéshez nélkülözhetetlen a felelősségtudat, a pontosság és a figyelem, mert a legkisebb hiba is komoly károkat, balesetet okozhat. A munka megköveteli a jó rendszerező és probléma megoldási képességet, emellett a fizikai erőnlét is előnyt jelent. Az aktuális környezetvédelmi előírások követése, a legújabb gépek, eljárások, naprakész ismerete folyamatos tanulást igényel. A gépek használatához szükség van technológiai és műszaki kompetenciára. Ahhoz, hogy valaki jó legyen ebben a munkában, nagyon fontos, hogy jó legyen az állóképessége, a megfigyelő képessége, és a műszaki érzék is kell hozzá. A hulladékfeldolgozó az emberi egészségre káros hatású, gyakran mérgező anyagokkal kerül kapcsolatba. Egészségre ártalmas tényezők lehetnek többek között a háztartási vegyszerek, a szennyezett csomagolóanyagok, a gyógyszerek, a száraz elem, az olajos hulladék, a hulladékkezelési eljárások során keletkező füst, illetve gázok. A munka során alkalmazott hulladékkezelési módszerek, mint például az égetés, vagy a kémiai és biológiai eljárások, fokozottan balesetveszélyesek. A tűz és robbanás veszély kockázata is fennáll. A munkavégzés során védőruházat, védőfelszerelés használata elengedhetetlen. A szakma gyakorlásához jó látás, teljes látótér, térlátás szükséges.
A balesetek elkerülése érdekében elengedhetetlen a jó egyensúlyérzék, az épp hallás. Az aprólékos és pontos szelektáláshoz a kard, kéz és ujjak fokozott használata szükséges. A veszélyes hulladékfeldolgozó munkakör szakképesítés nélkül is betölthető. A könnyebb elhelyezkedés érdekében azonban ajánlott a hulladékfelvásárló és telepkezelő szakképesítés megszerzése. A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség és az egészségügyi alkalmasság. A képzés iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzésben 640 és 960 óra közötti óraszámban szerezhető meg. A képzés során a tanulók megismerkednek többek között a hulladékválogatás és feldolgozás módszereivel, a berendezésekkel, technológiákkal, a veszélyes hulladékok tárolásával és kezelésével. A megszerzett szakképesítéssel jellemzően hulladékátvevő helykezelő, valamint hulladéktelepkezelő munkakörökben lehet elhelyezkedni. A veszélyes hulladékfeldolgozó rokon szakmája az utcaseprő, illetve a személygyűjtő. Tovább lépést jelentő rokon szakma a környezetvédelmi berendezés üzemeltetője és a hulladékgazdálkodó szaktechnikus. A veszélyes hulladékfeldolgozó jövedelme attól függ, hogy mely területen tevékenykedik, és konkrétan milyen feladatot lát el. A hulladékválogató havi átlagkeresete bruttó 120 és 145 ezer forint körül mozog. A veszélyes hulladékok kezelése egyre magasabb szakmai követelményeket támaszt, de a hulladékfeldolgozóiparnak van jövője. Ez a pálya annak ajánlható, aki tiszteli a természetet és környezettudatosan gondolkodik. Fontos, hogy az ilyen káros anyag is, mint az olajszűrő, meg az olaj, az megfelelő helyre kerüljön. Földolgozva. Szeretek itt dolgozni. Jó a kollégális kapcsolat is, munkaidő is megfelelő, a technikával való foglalkozás, aki szereti, az itt megtalálja a helyét. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.